Szevasztok, mindig is vágytam arra, hogy benzinkutat üzemeltessek, úgyhogy én most ezt high quality-n fogom játszani, és benzinkutat fogok üzemeltetni a Robloxban. Imádom az ilyen szimulátorjátékokat, oh my god. És a legérdekesebb az egészben, hogy amúgy én, ha jól emlékszem, csináltam egy... minek hívják ilyen gas station szimulátorról videót, ami ugye rendes gas station szimulátor játék volt, de, oh my god, de... nem találom sehol azt a videómat, szóval lehet, hogy nem csináltam abból a játékból a videót? Mert én úgy emlékszem, hogy de igen. Segítsetek már nekem megtalálni, hogy tényleg csináltam a Real Gas Station szimulátorból? Miért van ilyen sötét? Este van? Ott megy a hold. Azért remélem fel fog jönni a nap. Na, közben itt csináljuk nagyba a shopunkat. Oké, kösz a tutoriált. Itt a kocsi, gondolom meg kell tankolni. Nézd, lehet itt venni gazpumpát. Halló? Ezt is itt megtankoljuk. Oké, meg téged is itt megtankolunk. Ezt csak így kell csinálni, jó? Ennyi! Így kell gyűjteni a pénzt! Ennyi, és akkor majd így gondolom tudunk venni pumpát is. Timon és pumpa. Itt van gázpump. Oké, tessék, még egy gázpump lett. Oh my god! Mennyien vagytok? Miért vagytok ilyen sokan? Hát ennyit nem fogok tudni kiszolgálni. Úristen! Várjál! De várjál már, hát mi, hát ez, ugye nem fognak berágni, hogyha nem sikerül végig tankolni őket. Várjál, és ez mi? Ja, még erre nincs elég pénzem, bocsánat, elnézést, nem tudtam. New pet. Ja, ide is tudunk még egy ilyen utat venni, hát az azt igen. Az rohadtul kell, hogy fog. Imádom, hogy a kocsi átmegy a másikon, tehát hogy ennyire komolyan veszik itt a dolgokat. Annyi szerencse, hogy nem rágnak beránk, hogyha nem tankolunk időbe meg. Nekik. És ez mi ez a new pet? Tessék, ide tudunk egy új utat venni. Jó, itt úgy látom, hogy itt folyamatosan fognak jönni az autók. Az ott mi? Az az én kocsim? Az az enyém? Ide is tudunk tenni gázpump. Nem akartam még egyet letenni, az már nagyon sokba fog nekem kerülni. És erre meg már nincsen pénzem, jó, mindjárt lesz. És ez mi ez a gas station roof? Úgyhogy oda is mindjárt teszünk. Ez így nagyon jó, hogy amúgy ennyi kocsi van, csak jó lenne, hogyha amúgy magatoknak megtankolnátok, mert én ettől így rövid úton kileszek, hogyha nekem kell minden egyes alkalommal idejönni és tankolgatnom nektek. Ezt nem lehet így valahogy automatizálni? Superstation. Meg lehet venni 200-ért a Superstation-t. Hát jó, akkor majd megvesszük. Itt vagyunk, nem tudom, hogy mit akar a Superstation. A lényeg az, hogy most ezt a Gas Station Roof-ot megvesszük 500-ért. Biztos valami nagyon király dolog lehet. Amúgy is mindjárt összegyűlik rá a money. Inni. Jó, meg lett, és akkor ezt meg is vesszük. Oh my god, ez csak ennyi lett? Azt igen, várjál, mi kell ahhoz? Buy button val, oké, akkor várjál, mindjárt oda megyünk, és akkor azt ott 100-ért meg is vesszük. Nézd! Nézd! Itt van! Puty! 150! Hát itt nagyon sok minden kell, hát ezeket megtankolom, ezt nem lehet valahogy automatizálni, hogy ne nekem kelljen ide jönnöm is tankolgatnom? Vagy úgy van, hogyha később tankolom meg, akkor kevesebb... ezért fognak kapni? Vagy kevesebb pénzt fognak kapni? Amúgy ez itt hogy van? Tehát, hogy látom én, hogy 100%-on van, de az nem megy lejjebb a benzin. Nem megy egyáltalán lejjebb, oké? Csak szépen tankolgassunk. Hát de ennyi embert nem tudok kiszolgálni, nincs ennyi autó a világon, hogy ezeket mind megtankoljam. De tudja, hogy lesz valamilyen automatizált dolog, nem? Mondd már, hogy lesz. Mert ez így eléggé monotonná fog válni, hogyha tényleg nekem kell ezt csinálni. Roof lights, na végre, akkor tudunk venni most már lassan izét is, világítást, de most nem világítást akarok, hanem ott a benzinkutamat meg akarom építeni. Hire worker, filler. Vettem egy embert? Itt van. Dolgozik nekem! Tudok venni még, itt van még egy. Remélem, hogy nem kell őket kifizetni. Oh my god, hát ez így nagyon jó. Na erről van szó, hát tudtam. Tudtam én, hogy nem megy úgy, tudtam ám. Csak ugye nem kell őket kifizetni. Várjál, mert így fogy a benzin. Ez így nem lesz jó. Egy kis gondot okozott ez a cucit. Várjál. Itt kell venni, ugye? Upgrade pump. Ez kell nekem. Ez 800-ba kerül, akkor upgrade, de hogyha a pumpát upgrade-eljük, akkor azzal nem járunk jól. Viszont el fog fogyni, nincs elég benzin. Amíg csak én csináltam, addig nem volt gond ebből amúgy. Nem tudom, feltűnik, de amíg csak én tankolgattam, addig nem volt ebből gond. Így, hogy már nem csak én tankolok, így már azért ebből gondok is vannak, mert nem tudok elég embert kiszolgálni. Látod itt a pumpa elég hamar
lemegy. Szuper pumpa. Viszont ne a pumpát növeljük. Ez tudom, hogy csak egy százasba kerül, hanem ezt a storage-ot. Tehát amibe be tud menni. Mi ez borderval? Hát ez minek nekem? Na, én is szeretnék takarni. Most egész jó lett így. Most egészen jól, most bírja még itt a biri. Oké, na 800 meg is van. Nem lehet ebbe futni? Buy cash, persze. Meg vegyek még pénzt a pénz után. Ez kell nekem. Így is van. Csak 150? Ne szórakozzál már. Gondolom itt a munkás elfogyasztja a saját izéjét, nem? Oké, ezeket, hogyha én megtankolom, akkor azzal nincs akkora para. 30 litjó kell bele. Amíg én tankolom, addig ez nem ment lejjebb. Amúgy, ez tök érdekes. Akkor ez most így hogy működik? Nem tudja megtankolni, mert nincs elég neki. Viszont ezt itt most már igazán meg kell venni, viszont a következő füjel az nagyon sokba fog kerülni. Toppal. Oké. Okay. És még akkor Storage Windows. Store entrance, ez olcsóbb volt, és még 150-be kerül. Az a gond, hogy parking lot, tessék, hoppá, már is csináltunk parking slotot. Ez tök jó, na. Ha beindul, mikor egy biznisz beindul, srácok, mikor egy biznisz beindul? Az a gond, hogy ha upgrade-elem a pumpát, akkor hamarabb fogják lefogyasztani, nem? Mert nincs vese, amúgy meg upgrade-elnem kell a pumpát. Oh my god, mekkora lett ez? Ezt most hamarabb lefogyasztja, vagy hamarabb kibányásza? Várjál, akkor lehet, hogy ezzel is jól járunk. Ja, de ez Robux kell hozzá, értem. 300-ba kerül. És a fuel storage, az meg növelés, az meg... Az nagyon drága, akkor még itt ezt csináljuk is, rakjuk össze, 150, puty. Oké, és akkor itt 75 lesz a következő. Na, ezt már így gyorsabban tudjuk csinálni. Jó, nekem is tankolnom kell. Tehát nincs mese, muszáj, hogy én is tankolgassak, mert az nem csökkenti ezt a benzin izébizét. Valamiért, ne kérdezzétek miért, de nem csökkenti. Na most megint gyűjtöttem egy kis pénzt. Amúgy itt nem lehet olyat, hogy minden rendben van? Storage Windows, oké. Okay. Az egy jól megcsinált játék, oda néz. És már be tudok jönni, igaz, így úgy, hogy átsétálok. De veszünk fagyasztót, veszünk még egy fagyasztót, veszünk ilyen checkoutot, ahol tudnak fizetni. És itt az eladó, mi az, hogy donate? Support development, persze, meg a nagy figy fenét. És ezt is meg tudjuk venni. Nézzétek meg, mennyi mindent veszek, viszont már nincsen pénz, őket ki tudom szolgálni. Erre is fel kell venni egy embert. Külön erre is egy worker 150-be kerül. Na mindegy, de legalább ez tudna itt dolgozni folyton folyvás. Milyen izé már, hogy a készítő berakja ide a donétes cuccot. És itt mindig állnak sorba? Felvesszük ide is, tessék, dolgoz haver. Úgy van. Úgy is van. Dolgoz keményen, baj dekoráció. Ázosztéken! Kis tövényként megvettük a sarokba. Na de ő legalább dolgozik, oda néz, milyen elhivatott. Mi elhivatott, viszont ez még mindig nem jó, hogy nincs elég izém, nincs elég benzinem, hogy kiszolgáljam az embereket, úgyhogy az lesz, hogy most itt tankolgatok, és akkor elkezdek gyűjteni végre izékre. És ez mi ez a shop? Hogy ezeket még itt meg tudom venni, hát ez nekem nem kell kösz. De majd még kell felvenni ember, csak az a gond, hogy nem elég gyors a pumpám. Úgyhogy kellene venni még egy pumpát, nem? Hogy gyorsabban fuelezzen. Oké, ez. Így. Na itt talán gyorsabban szipattyúzza egy kicsit. Erre, hogy nézem, annyival nem, de ezt is fel lehet upgrade-elni. Super pump meg sokkal gyorsabban szedi. Mert ez csak annyi, hogy a kapacitása, de nekem az a lényeg, hogy sokkal gyorsabban töltődjön a pumpa. Timon és pumpa! Amíg tudok felvenni még egy munkást, de most jelenleg nem kell nekem. Ide is kell. Amúgy ezeket, hogyha megveszem így, akkor többért tudnak vásárolni, vagy... Hogy ez hogy van? Szolgáld már ki? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy ez így működik-e. Szépen lassan gyűlik, szépen lassan, pedig meg kell venni még ide a vizét, a világítást is. 250, mondjuk megveszem, mit szóltok hozzá, tessék. Most már legalább látnak is, hogy hogyan nem kapnak benzint. Vagy mióta állhatnak itt csórikáim. Mindegy, mert legalább ezt is tudjuk itt növelni, és akkor utána pedig még fel tudunk venni még, vagyis kell vennünk olyat, hogy a
mi az a pumpa gyorsabban szívja a cuccot, mert az leginkább itt a gond, hogy nem szívja elég gyorsan a pumpi. Na mennyibe kerül ez? 700? Ó, megvan, itt is van. Opá, még nem tudom megvenni, viszont ez már fel lett upgrade-elve, és akkor itt a fuelpump az még 1200-ba kerül, de még mindig nagyon lassat, nézd meg milyen lassan szipkodja a benzin. Vagyis, hogy most már gyorsabb, de akkor is olyan lassúnak érződik. Még egy fuelpump kell hozzá. Akkor ezt majd még később itt megcsináljuk. Azt mondanak nekem, hogy ide ez a store plot, ez kell ide nekem? Miért van ilyen messze minden? És mik ezek a házak? Ott a másik benzinkút, most nézem, hogy itt ilyen körben állunk. Ide még tudunk tenni még egy ilyen izét, gázpumpot, de az most nekem nem kell, mert már így is eléggé nagy a benyakútunk. Így is eléggé nagy. Tankolnak a csávók, még ide mit tudunk venni? Porterval. Nem tudom, hogy ez mit akar, de megvesszük. Ja, ez! És tudunk venni izét, fákat? Na ne szórakozzál már, hát ez mennyire jó már. Egy sokkal szebb. Így most már érzem, hogy az emberek engem fognak kiválasztani. És ez mi? Ide is megvettünk egy kis fát. Ez nagyon olcsó fa volt. By billboard. Ez nem tudom, hogy micsoda, de 1500-ba kerül. És nagyon messze vagyok még az 1500-tól. Viszont most nézzük, milyen jól állok benya ügyileg. Hát ez így most már jól működik. Akkor úgy érzem, hogy eljutottunk oda, hogy most már működik, beindult a biznisz kereskedelem, srácok. Tehát, hogy most már látod, hogy itt nem is nagyon csökken ez a cucc. Nem tudom, de jobb kedvük lett azzal, hogy megvettem ide a, nem tudom mit, a lámpát. Tudom, tényleg, hogy jobb kedvük lett. Akkor vehetünk még föl dolgos, szorgos emberkéket. Mennyi az ára? 700. 700-ból felvettünk még egy embert. Tessék szépen dolgozni, Pajti. Oké, ő akkor azon a részen pumpolja a dolgot, és megint ott vagyok, megint eljutottam oda, hogy nem tudok pénzből semmit sem megvenni, mert nincs elég üzemanyag hozzá, nem elég gyors a pumpám. Viszont így legalább biztos, hogy mindig tankolnak valahol a srácok, úgyhogy ez így egész jó, és még ott is gyűlik a pénzösszeg, és akkor megvesszük ezt is, nem tudom, hogy ez mit tudhat. Tudj? Oh my god, mi ez? Parking lot. Azt értem, hogy itt, apá, 300-ba került, hogy ezt itt meg tudom venni, de azt mondd meg, hogy itt ezen a nagy üres placon itt még lesz valami? Tehát olyan nagy lesz a benzinkútom, hogy még de is tudjak venni? Tessék, ezt itt megvettem, de ide még mindig nem tudok. Upgrade store 800-ba kerül. Hát az simán meg lesz. Hát az simán meg lesz, mindjárt ezt még itten. Itten mostan. Még itt ezeket itt eladom. Hoppá, de be két kocsi is beállt. Vagy nem tudott arra menni. Mindjárt itt még veszünk ide egy pár dolgot, vagy gyűjtjük egy kicsit a pénzösszeget. És akkor ott szépen ezt megvesszük, az upgrade shopot. Hát abból is tudja, hogy egy csomó pénzünk lesz még pluszba. Hát én nagyon jól el vagyok ezekkel a játékokkal. Esküszöm. Tetszek, nektek tetszek ezek a játékok? Írjátok meg kommentbe. És ajánljatok még ehhez hasonlókat. Na, upgrade-eljük a store-t. Puff! Oh my god! Na ne szórakozzál már, és most hova tűnt minden a shopomból? Hova tűnt minden a shopomból? Miért tűnt el minden a shopomból? Arra nem volt szó, hogy akkor így el is tűnik minden. Tessék, meg kell venni. Ó, de hát 300-ba kerül, de mi? De eltűnt minden! Mindegy, a checkoutot mindjárt megvesszük. Az kerül talán a legdrágább ott. De milyen hülyeség ez, hogy így eltűnik? Hát mi is akkor eddig miért nem lehetett azt a pultot, amit ott használtam, letenni a másik helyre, az új shopba? Hát ez ilyen... Milyen galád dolog ez? Egy kicsit felpumpáltam magamat pénzzel, és akkor nézd, itt a checkoutot, az a legfontosabb talán, hogy megvegyük. Tessék, itt van. Tss, lehet sorba állni. És hol van a munkásom? Hol van a munkás? Miért nincs itt a munkás? Ne szórakozzál már. 400-ba kerül, mindjárt meg lesz. Oké. Na, szépen dolgozni, legalább ő is dolgozik itt valamit. De ilyen hülyeséget, hogy így eltűnik a munkás ember. Viszont megint nincsen elég benzinem, az hogy lehet? Nagyon lassúak ezek a pumpák. Tök jó, most itt vannak a sötét, rideg shopban, hallod? Dekorációt, biztos nem dekorációt fogok venni ide. Inkább csináljuk meg ezeket a lámpát, meg az ilyeneket, store lights, tessék. Most legalább láttak is valamit az embereink. Várjál, mert megnézem, hogy mit lehet még itt venni a pumpából. De 1750-be kerül, meg 1200 az új pumpa. Mennyi időt kell ahhoz lootolni, hogy az meglegyen egyáltalán? Megmondom nektek, hogy sokat. Meg ide amúgy minek kellenek ezek a dolgok?
Tehát ezek a Frigider meg az ilyenek, hát igazából annélkül is teljesen jól megy a business. A business! Tessék, nézzek, nem is érdekli őket. Úristen, kisütött a nap, hát ez valami áldás. Hát mióta játszom, azóta itt ilyen sötét volt. Na, kicsit adok el most, hogy kell egy kis pénz. Kell egy kis money. Aztán meg kell venni a másik pumpát, mert hát valljuk be, azért nagy szükség van rá. Most nézem, hogy lehet venni egy Bugattit. Akkor az ott az a Bugatti, az ott valaki és ott hagyta? Áj, meg kell venni azt a másik gas stationt. El sem hiszem, összegyűlt rá a pénz. Vegyük meg. Itt van, és 2000! 2000-be kerül, hogy egyáltalán legyen valamilyen értelme is annak a pumpának. Nem tudom, ide még mit tudunk venni 350-ért. Tessék, megveszük a dekorációt. Hűha! Már is sokkal szívesebben állnak itt. Ezt is megvesszük. Nem tudom, ez így plusz, vagy csak dekorációs elem amúgy. Fene se tudja, vagy megírjátok kommentben, hogy ez egyáltalán számít valamit. És ez mi? Complete your gas station. Rare badge. Oké, 100% complete-re. Most tartunk 17%-nál. Az komoly. Ez még el fog tartani egy kis ideig. Ez megint olyan, hogy itt állsz, és akkor itt így szépen lassan gyűlik a dolog. És ez mi? Billboard. 1500-ba kerül, ilyen drága, na ne szórakozzál már. És hát már amúgy mindjárt eljutunk oda, szóval annyira vészesen nem is drága amúgy, ha jobban belegondolunk. Na meg is van, na nézzük meg ez mit tud, ha csak egy tábla lesz, ami írja az árakat, és ez egy tábla. De az én táblám! Rajta van a nevem, te szép! Meg itt vagyok a Pixeles és Jadams Tuzban, amit amúgy a Robloxon belül és a valóságban is meg tudtok szerezni magatoknak. Upgrade billboard, és ez így jobb lesz nekem? Ide több autó fog akkor bejönni? Hát így is annyi autó van itt, hogy nem győzöm már kiszolgálni őket, szóval... Azért ez így is necces. Na mennyi kell ehhez? Jól emlékeztem, akkor 2000. Amúgy minek vegyek még egy full storage-ot, hogyha... Egyszerűen ezt is... elhasználom hip-hop, tehát ez hiába lesz itt nagyobb a szám, 12 liter per szek, az igen, tehát hiába lesz ott nagyobb, hogyha egyszerűen a pumpák lassan dolgoznak. Még egyet kell venni, és akkor jók leszünk elméletileg, csak elméletileg. Szóval az 2000-be kerül. Na, meg is van a 2000, akkor ezt is upgrade-eljük, és akkor végre nem fog elfogyni a benzinünk. Kész csoda lesz, hogyha eljutunk odáig, hogy a benzin ne legyen elhasználva hip-hop. Egy is van! Na most akkor pumpáljátok ezerrel a benzint. Amúgy a benzin az miért ilyen világító cuccnak van megmutatva? Oda néz, na! Már is rögtön működik itt a dolog. Működik! Végre nem fogy. Mondjuk így is elfogy, szóval tök mindegy. Szóval 14 liter per szekundum. 14 liter per szekundum is 3500-ba kerül. Azt a leborútját neki. Mindegy. Vegyük meg a Frigidert. Mit tudok még venni? Itt van a fagyasztót, tudom megvenni, és igazából ennyi. Nézzük, már is hogy elhasználták. Nem, még mindig nincs elég, hallod? Ezt nem hiszem el, még mindig nincs elég benzin. Hát de mennyi kell ezeknek? Na most szereztem egy kis pénzt. Megint nézd meg, elfogy itt a pénz. Hihetetlen. Tessék, ezeket is itt megvesszük a Frigidért, meg ezt a fagyasztót, meg akkor még ide kell a... Ez. Még ez ide. Jó, és akkor ahogy nézem, már csak ezek vannak hátra. 400-ba kerül, hát megint mehetek vissza akkor lootolni pénzt. Én nem tudom az embereket, a vásárlókat kiszolgálni, nem? Aztán nem lehet, ugye? Milyen kis egyszerűek ezek az autómodellek, amúgy hihetetlen. Ebből most már mindent meg tudok venni, azt mondta, hogy nem. Azt mondja, hogy fagyasztó, meg ez is. Meg még 500-ba kerül? Még vesszük. Meg még 500-ba kerül, hát te szórakozzál már, meg még itt is. Még 400-as fagyasztó. Tessék, még ezt is megvettük. És megint még 400 kell hozzá, és akkor ezzel így jobban jártunk, tehát több lesz a vásárló. Nagyon lassan gyűlik amúgy itt is a pénzösszeg, és erre meg 3500 kell, mire abból végre tudok venni valamit. Hűha! Ez egy igazi ilyen lootolgatós, áldogálós játék amúgy. Na, vegyük meg a fagyasztót. Megvan minden véve? Meg. Maxoltuk a shopot. Oké. Store. Plot. És ebből még lehet venni, meg még. Azt a levonult részvánfügykösét. Tudod, veszek még workert. Worker. 6-ot tudok venni a workerből. Workers. Tessék. 1250. Persze már ilyen drága az ára.
Mindegy, mert nem érdekes, hogy most elhasználják a benzint, mert legalább dolgoznak. És akkor még kettőt tudok venni belőlük. Nagyobb is dolgoznak akkor, amikor tudnak, mert hát pumpálom én ezerrel a benzin, de... Lassú, lassú a folyamat, lassú a folyamat. Na, tudok venni? 1250? Oké, és akkor már csak egy 1700-asat kell venni, és akkor elvileg meg leszünk. Mármint, hogy ezzel a résszel leszünk, meg nyilván azért még van máshol, ahova kéne. Na, és akkor meg tudom venni ide végre az utolsó workert is, és akkor így most már tudnak dolgozni. Igaz, nem tudnak dolgozni, mert amúgy nincsen pénz rá. Mondjuk nem tudnak elég ezért benzint kiszlopálni a földből. Ők is itt mennek, viszont én így magamtól nem tudok pénzt keresni. Úgyhogy most ez 1000-be kerül, de legalább csinálják maguktól a dolgokat. Hát ez így jó. Úgyhogy most itt vagyunk. Itt tart jelenleg a benzinkút, ahogy nézem, 22%-nál tartunk, hogy tökéletesre 100%-ra kivigyük. Hát ez meg lesz, lazán meg lesz szerintem, 100%-ra ki fogjuk tudni vinni. Köszi szépen, hogy itt voltatok erre a videóra, hogyha tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírást, hogy nagyon menő pixeles és zsidó cuccokat, ott tudjátok beszerezni magatoknak. Továbbá a Csótány Vadász képregény sorozatomat, a vadalatúj könyvemmel egyetemben. Most már a Librik és a Lira mellett az Osanatba is be tudjátok szerezni. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!